akkor kész is vagyunk. Hello. Na, a csirkéknek fogunk csinálni egy etetőt. Ezek a bolti etetők semmit nem érnek. Kiszórják belőle, stb. Na, van egy ilyen ládánk. Ennek a mérete itt van rajta. Lesz a teteje. Első körbe csináltam egy ilyen prima kis kupolát rá, faros lemezből, mert ugye mániájuk, hogy felugranak rá, aztán ezen tanyáznak. Hát így már nem fog nekik összejönni. Akkor erre fogunk tenni lukakat, még hozzá egy ilyennel, ez 68 mm, talán ráközelít, így, és szépen ide, talán furkál, most sem tudom, egy párat, még ezt így kell találni, hogy mi lesz a magasság. Meg nem tudom, hogy lábat csinálunk-e neki. Lesz egy ilyen keret, lábbal, magasabban legyen egy picit. De ez még nem biztos. Oké. Okay. Talapban van rajta egy vonal. Nem tudom, mennyire lehet látni. Hát, hogy az lesz a támpont. Akkor az felé fújjuk. Elvileg 7 centim van. Ez a 3 centinél fúrjuk, úgy döntöttem. Aztán meglátjuk, hogy jó lesz. Thank you.
22 elvileg. Kicsit. Az a lényeg, hogy befele menet, hogy amíg át nem megy ez a furó, addig jobbra tekert egy kicsit, utána meg vissza, amikor vele ért, hogy ki ne törje, mert vékony ez a... Kész is vannak a lukak rajta, kicsit le kell sorjázni, aztán kész is. Elvileg készen vagyunk, és ugye mi alapban itt volt ez a jel, eddig töltjük meg majd táppal, és aki nem meg szépen már behajolnak érte. Na, tehát a méretek a legaljától 7 centire kell majd önteni, és ugye 13 centire raktam a lukaknak a közepét, ami 68-as luk. Jó. És akkor elvileg ez ide jön majd így rá. És akkor ez rájön így. Ezt még szerintem ide ragasztom majd.
hogy nem mozogjon, úgyis innen egy könnyen lejön a tetője neki. Még annyi, hogy ezt a kupolát ragasztópisztolyra ragasztottam össze. Itt belül talán lehet is látni. Ugyanezzel fogom ide ragasztani az a dobozhoz is. És lábakat. Öreg, akkor kész is vagyunk. Ez ide beleszorul szépen. Rámegy a tető. És kész. Na, meghúztam vastagabban itt a vonalat, hogy meddig kell a kaját önteni.